A Karcagi Szakképzési Centrum Varró István Technikum Szakképző Iskola és Kollégium Szaki 2000 alapítványa szakma jótékonysági bált rendezett. A báli estét a társulat Valami Amerika, avagy Bennünk van az X-faktor című előadása nyitotta meg. Az est idén is a második emeleti bálteremben folytatódott a végzős diákok táncával és Facsar István igazgató köszöntőjével. A szakma bál legfőbb feladata forrásgyűjtés mellett a gazdasági élet szereplőit, a szakképzésben közreműködőket, valamint Karcag és környéke előjáróit egy asztalra ültesse és közös programot élményt szervezze. Ne csak cégjegyzékből és telefonkönyvből ismerjük egymást. Ne csak telefonon beszéljünk, és ne csak komoly dolgokról. Ismerjük meg egymás másik oldalát, és könnyebben mennek a komoly dolgok is. Mi, akik most itt összegyűltünk, nem csak a szakképzés sorsát viseljük szívünkön, hanem Karcag jövőjét is. Egy közös célért vagyunk partnerek, Karcag és környéke fejlődése mindannyiunk szívügye. A mai este lehetőség is. Talán itt is valaki fejében már megszületett egy vállalkozás ötlete. Ránk, a Varróra lehet számítani a megvalósításban. A jövő itt és most kezdődik. Köszönöm mindenkinek a munkáját, akik hetek, sőt hónapok óta dolgoztak a rendezvény sikeres és színvonalas megvalósítása érdekében. Nekünk gratulálunk! Fodor Csaba kuratóriumi elnök beszédében köszönetet mondott a támogatóknak, és Pesti Tibornak, az alapítvány ötletgazdájának, továbbá köszöntötte Sós Géza testnevelőt, aki ebben az iskolában kezdte pályafutását. Szepesi Tibor polgármester köszöntőjében kiemelte, a bál egyre fontosabb társadalmi eseménye Karcagnak. Fontos abból a szempontból is, hogy amikor elkezdődött, akkor ugye az volt a legfontosabb érv, hogy a szakmák fontosságára fölhívja a figyelmet, amely azt gondolom, hogy ma már teljes mértékben elérte célját, hiszen felértékelődtek a szakmák, felértékelődtek azok a szakmai tudások, azok a szakképzési tudások, amelyek meghatározzák a település, egy ország gazdaságát, így Karcag települését is. Nagyon fontos az, hogy olyan szaktudással rendelkezzenek fiataljaink, amelyek boldogulni tudnak az életben, és ez nyilvánvalóan nagyon fontos egy olyan iskola, ahol ezeket az alapokat megkapják, azoktól a pedagógusoktól, akik lelkesedéssel, odafigyeléssel és óriási szaktudással bírnak ezekben a szakképző intézményekben, hiszen látjuk azokat a verseny eredményeket is, amelyeket az iskola föl kell mutatni, nyilvánvalóan az alapítvány és az itt jelenlévő vállalkozók segítségével is. És egy város is úgy tud fejlődni, hogyha nem csak a képviselő testület gondolkodik azon, hogy milyen irányból kell menni, hanem valóban a vállalkozókkal közösen tudjuk ezt alakítani. Ugye ezért is hoztuk létre mi is a kávészünet rendezvényt, ahol ugyanígy le tudunk ülni és meg tudjuk beszélni a város ügyes bajnok dolgait, mint ahogyan remélem majd a mai napon is. Hiszen fontos az, hogy munkahelyek teremtődjenek, hogy olyan élhető városban tudjanak maradni fiataljaink, ahol jól érzik magukat. És ha körbenézek a vállalkozásokra, a vállalkozókra, akkor látom azt, hogy mindenki fejleszt, mindenki kihasználja azokat a lehetőségeket, amely ilyen munkahelyeket tud teremteni, ahol el tudnak helyezkedni a karcagjára. Huba Imre, a Jásznagykun Szolnok vármegyei közgyűlés elnöke is szólt a bálozókhoz. Én is szeretettel köszöntök minden bálozót és mindenkinek. Köszönöm az egész éves munkáját, mint a szakképzésért és az alapítványért lesz. És amit ma este itt vagyunk, az szóljon arra, hogy egy kicsit kötetlen körülmények között, akár a döntéshozók, akár a szülők, akár a támogatók, a patronusok, mindenki el tudja mondani a gondolatait, és jól tudjuk érezni magukat egymás társaságában. Mészáros Zsolt jó szórakozást kíván mindenkinek. A pohárköszöntők után a jó hangulatról Farkas Judit és Karcagi Nagy Zoltán magyar nóta énekes gondoskodott.